régóta húzódó és egyre fokozódó problémát okoz idehaza, hogy a gazdatársadalom közel egyharmada már nyugdíjas koruként látja el az agráriummal kapcsolatos feladatait. A generációváltás pedig nem is annyira a humán erőforrás gátolja, sokkal inkább az adminisztratív feladatok bonyolult és hosszadalmas jellege. Vagyis hiába menne nyugdíjba és adná át gazdaságát egy évtizedek óta a földjéből vagy állataiból élő vállalkozó, ez csak nagyon lassú és bonyolult, bürokratikus utat bejárva teheti meg. Eddig így volt, egy most hatályba lépett jogszabályváltozás viszont lehetőséget ad arra, hogy az úgynevezett gazdaság átadás folyamata a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban menjen végbe. Ez a törvény lehetővé teszi azt, hogy egy mezőgazdasággal foglalkozó gazdaságot teljes egészében átadásra kerülhessen családon belüli személynek. Vagyis az új jogszabály azoknak a mezőgazdasági vállalkozóknak szavatol biztonságos tulajdonjog átadást, akik már elérték a nyugdíjkorhatárt, a rokonaik között viszont van olyan személy, aki tovább vinni a családi tradíciót. De lássuk részletesen, miről is van szó. Átadó az lehet, aki vagy nyugdíjas, vagy 5 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, átvevő pedig az lehet, aki minimum 10 évvel fiatalabb, mint az átadó, és az átadás időpontjában még nem töltötte az 50. életévét. Természetesen az átvevőre is vonatkozik az, hogy vagy őstermelő, vagy pedig mezőgazdasági egyéni vállalkozó kell, hogy legyen. Az adminisztratív terhek így jelentős mértékben csökkennek. Ez egészen pontosan azt jelenti, például, hogy a gazdát cserélő cégekre a kötelező kifüggesztés és az elővásárlási jog kötelmesen vonatkozik. A törvény így nem csak a tulajdon családban maradását segíti, de a teljes folyamatot is gyorsítja.